A borostyánkő, amíg még friss, tehát még gyanta, akkor a sérülés helyén képes magába zárni különböző kisebb-nagyobb élőlényeket vagy azok részeit, például kisebb ízelt lábúakat, amik nem elég erősek ahhoz, hogy kiszabaduljanak belőle, ha beleragadnak. Ennek folyamányaként ők képesek megőrződni, fosszilizálódni olyan részletességgel, amit más fosszilizációs utakon nem tudnának bejárni. Tehát ezek a részletek, amikről szó van, például pici szőrök, tüskék, pókok, szövőszemölcsei, ezek olyan finom és sérülékeny részletek, hogy bármilyen más fosszilizációs úton elvesznének. Túlmenően ezen a borostyán három dimenzióban őrzi meg azokat a dolgokat, amiket magába zár, nem lapulnak ki, és ez a megőrződési mód egy egészen egyedülálló az összes ősmaradvány típus között. Persze vannak kivételek azért, vannak kivételes ősmaradványok, amik máshogy őrződtek meg, de a borostyán az mégiscsak borostyán. A borostyánkő egykor élt növények megkövesedett gyantája. Ma is számos növény választ ki gyantát, főleg sérülésének elfedésére. Például, ha jön egy vihar, és letörik egy fának az ága, akkor ha az a növény ilyen gyantatermelő növény, akkor a sérülés helyére ez a gyanta kifolyik, és megvédi a sérülést a különböző fertőzésektől. Ma is számos növény csinálja, ugye például nyitva termők. Ez itt egy tipikus olyan balti borostyán, amin látszik, hogy több rétegben folyt ki az egykori fából a gyanta, és több rétegben rakódott le, és megőrződött egy kicsi pók is benne. Az első réteg, ami kifolyik a fára, tulajdonképpen csapdaként működik, abban esnek csapdába a kisebb-nagyobb állatok, mondjuk, és aztán jön még egy réteg, az már befedi. És ezen a kövön ez nagyon szépen látszik, ez a többszörös rétegződés. És ott ül a nem tudom hanyadik rétegben a pici pók. A myanmari borostyán egy picit talán ilyen koszosabb sárgába hajló színnel jellemző. Ebben a kőben itt egy pici skorpió van, és elég szép tiszta, de azt is el lehet mondani, hogy a burmai borostyán kövekből is nagyon sok van, attól függően, hogy melyik lelőhelyen találták, attól függően változhat az, hogy milyen a színe, mennyire átlátszó, mennyire lehet rajta áttekinteni, hogy megnézzük, mi van benne. Azokon a helyeken, ahol az emberek ezeknek a bányászatából élnek, ott szín szerint csoportosítják a nyers köveket, és ennek megfelelően adják tovább az eladóknak. Számos lelőhelyről ismerünk fosszilis gyanta előfordulásokat Magyarországról, például Putnok, Dudar, Pilisborosjenő. Az iharkuti dinoszaurusz lelőhelyről is ismertek borostyánok, nem is kevés, és hát tulajdonképpen a legfontosabb hazai borostyánunk az az ajkai borostyánkő. Ez a Bakonyban található ez a kis város, és az Ajka mellett bányászott barna kőszénben fedezték fel ezt a borostyánkövet, és a Ajka városa neve után Ajkaitnak nevezik a mai napig. Ő itt egy kis darab Ajkait. Nagyon szépen látszik ez a sötétebb, haragosabb vörös színe, amiben tulajdonképpen hát elüt a tipikus balti borostyánoktól és a tisztább myanmari borostyánoktól is. És hát ennek az Ajkaitnak azért szépen látszik, hogy ilyen egyedi színe van. Általában ez a szín jellemző az ajkai borostyánkövekre, ez a vöröses árnyalat. Az Ajkait azért olyan különösen fontos az összes hazai borostyánkő között, mert ez az egyetlen olyan, amiben nagy mennyiségű zárványt dokumentáltak. Ezek a zárványok tulajdonképpen elkerülték a tudományos szemeket, a szakmai szemeket. Nagyon kevés munka foglalkozott velük a mai napig. Az ajkai kőszínbrencében krétakorú barna kőszenet bányáztak. Ez a kőszén ugye ránézésre feketének tűnik, de a valóság az, hogy a barna kőszenet és a fekete kőszenet egyéb fizikai, kémiai tulajdonságain kívül azt különbözheti meg, hogyha papírra
vagy porcelánra húzunk vele egy csíkot, akkor a barna kőszínnél barna port, illetve csíkot kapunk, a fekete kőszínnél pedig feketét. Az ajkai szénbányák egy nagyon fontos, sőt talán a legfontosabb munkaadója volt a városnak. Hát igazából a szénbányászat miatt lett Ajkából egyáltalán város. Itt Ajkán a bányászok nyilvánvalóan azzal foglalkoztak elsősorban, hogy leteljen a műszak, biztonságban, épségben kiérjenek a bányából, és bele kell gondolnunk abba, hogy egyszerűen ott a fények nem olyan voltak, mint mondjuk egy laborban, egy fotolaborban, meg végképp. Tehát ott viszonylag gyenge fény mellett, a porban nehéz fizikai munkát végző emberek dolgoztak, és persze volt köztük sok olyan, akit megérintett egy-egy szép csiga, héj, ami kigördült a szénből, vagy pedig egy szebb kristály, ami egy reperésben vált ki, illetve persze a borostyánoknak a gyönyörű szép narancsos színe. Vannak olyan történetek, miszerint öklömnyi borostyánokat egyszerűen felszedtek és hozzávágták a lámpának a védőrás burkolatához, és mint valami kis rögtönzött tűzijátékban gyönyörködtek. Persze rengeteg bányász hazavitte és kincsként őrizte évtizedeken keresztül, de egy baj van ezzel a borostyánnal, hogy a szénnel együtt nagyon hamar kiszárad. Tehát ha nem kezelik le, mint ugye itt is lehet látni ezeken az ajkai példányokon, akkor ez egyszerűen porrá válik. Tehát igen, volt, aki foglalkozott ezekkel a bányavirágokkal, ahogyan szokták mondani, van, akinek meg csak egy kő volt a többi között. Az Ajkai Bányászati Múzeum is őriz két szép darab borostyánt. Itt ez a kettő szélső az, ami a múzeum gyűjteményéhez tartozik. Hát sokat ugye most már nem nagyon lehet találni. Megszűnt a bányászat immár 17 éve, és egyszerűen a meddőhányók azok vagy kiégtek, vagy pedig a téli kifagyás, a nyári hőség, a csapadék egyszerűen tönkretette azokat a tömböket, amelyekben még esetleg találhatna az ember borostyánt, úgyhogy valószínűleg ez a kettő is marad a vége a történetnek, de reméljük, hogy nem. Érdekes egyébként, hogy magát az ajkait ott, mint borostyánt már nagyon korán felfedezték itt az ajkai kőszínben. Már 1871-ben említi Szabó József az ajkai kőszínből előkerült borostyánt. A vizsgálatára hát részben sor került a 800-as évek végéig. Az első behatóbb összetételi vizsgálatot azt 1926-ban végezték el csak. És hát nyilván össze lehet vetni ezt a borostyánt sokféle más borostyánnal, ugye, amik itt kint vannak előttem az asztalon, ezek a balti borostyánok. Miközben a balti borostyánt azt szó szerint bányásszák, halásszák Lengyelországban már több évszázada, addig ugye az ajkai borostyán az csak egy velejárója volt a bányászatnak. Nyilván, hogyha időben felismerik a fontosságát tudományosan, akkor lehet, hogy sokkal behatóbban tanulmányozzák már akkor a borostyánt, az ajkaitot, és hát lehet, hogy most lenne egy olyan múzeum, ami nem két borostyánt, két ajkaitot őriz csak, hanem arról lenne elnevezve is a hely. Ez a kőszín egyébként korban ugyanaz az időszak, amikor is a dinoszauruszok, az iharkuti dinoszauruszok éltek, és hát ugye nem is annyira messze. Tehát légvonalban 10 km nagyjából ide Iharkút, és hát ez egy közös üledékgyűjtő volt akkoriban. Tehát amíg ott Iharkuton csordogált az a folyó, ami mellett a dinoszauruszok éltek, addig itt Ajkán egy kőszénmocsár létezett, amiben felhalmozódott ez a rengeteg növényanyag. Hát ez egy nagyon más világ volt, mintha ma kimennénk egy bakonyi, akár itt a felettünk lévő kaphegyi erdőbe, ugyanis a krétakorszakban jóval melegebb éghajlat uralkodott a területen, akkoriban egy szigetvilág volt itt a mai Európa, Közép-Európa környékén, és ezen a szigetvilágon éltek a hátszegi dinoszauruszok is, illetve az iharkúti, már a híressé vált dinoszauruszok, és ugye ami ugye ritkán hangzik el, hogy igazából ez az iharkúti ajkai ökoszisztéma, ez igazából egy közös területnek volt egyik és másik része.
Tehát ameddigi harkuton rengeteg csont került elő, nyilván a szisztematikus gyűjtéseknek hála, addig ajkáról alig kerültek elő csontok. Az ajkai kőszén, ugye mint mondtam, szinte fekete színű, és mint mondtam, a bányászok lent a félhomályban alig haladták meg még a csillogó ajkaitot is, nemhogy az esetleg fekete vagy barna csontokat. És minden bizonnyal voltak csontok és fogak is az ajkai kőszénben, ugyanis a meddőhányokról, illetve kutatófúrásokból, és legutóbb a közeli bocskorároki feltárásból, iszapolással számos dinoszaurusz csont és fog került elő, illetve ezek mellett vízi hüllőknek a maradványai, fogai, halaké, krokodiloké. És elmondhatjuk tehát azt, hogy az ajkai fauna nagyon hasonlíthatott az iharkuti faunára. A növényzet az is részben hasonló lehetett. Tehát araukáriához hasonló fenyőfélék, amiből valószínűleg ugye az ajkait is származik, magnóliafélék. Tehát ameddig iharkuton csordogált ez a kis, nem is annyira kis folyó, aminek a környékén a dinoszauruszok és egyéb élőlények éltek, addig itt ajkán egy pangó, édesvízi mocsár terült el, és ennek a dús növényzetéből, vegetációjából származott az a hatalmas kőszénkészlet, amelyet 85 millió évvel később az emberek itt bányásztak ajkán. A borostyánkőben megőrződött, tehát kifejezetten borostyánkőből leírt fosszilis fajok száma az hatalmas. Ráadásul ezek a kutatások folyamatosan zajlanak, így mondjuk konkrét számot mondani az nem nagyon lehetséges. Ha mondjuk extrém példát kéne mondanom, tehát különlegességet, ha lehet így mondani, azok inkább a gerincesek közül kerülnek ki. Tehát az ember azt gondolná, hogy egy gerinces állat, legyen akármilyen kicsi, mondjuk egy kis béka, az azért elég erős ahhoz, hogyha kapcsolatba kerül a gyantával, ne agyisten picit beleragad, akkor elég erős ahhoz, hogy kiszabadítsa magát belőle. Ez nem mindig van így. Rengeteg gerinces zárvány ismert, kígyók, farkos és farkatlan kétéltűek, gekkók, dinoszauruszok. 2016-ban írták le egy ragadozó dinoszaurusz, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 farokcsigolyáját mianmari borostyánkőből. Gyakorlatilag minden nagyobb borostyánkő kincsből, minden nagyobb borostyánkő lelőhelyről ismert álskorpió zárvány, így az ajkai borostyánkőből is egyébként. Az álskorpiókat úgy kell elképzelni, mint egészen pici skorpiókat a jellegzetes faroktövis nélkül. Ezek jellemzően talaj- és kéreglakó formák, nagyon picik, néhány milliméteresek általában, és a mai napig a Magyarország életközösségek részét képezik. Gyakorlatilag mindenhol, ahol erdő vagy bármilyen alkalmas egyéb élőhely van az ő számukra, ott igen nagy számban jelen tudnak lenni. Ugyancsak gyakori, mondhatni, minden nagyobb borostyánkő kincsben a pattanó bogaraknak a csoportja. Ezeket tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy szotyit, aminek 6 lába van. Nagyon kis aranyos, lapos, elnyúlt testük van, és a hasi oldalukon van egy kis nyúlványokból álló szerkezet, ami nagyjából az egérfogó működéséhez hasonlítható, és ennek révén képesek akár egy fél vagy egy méterre fölpattanni, ha mondjuk a hátukra fordulnak, vagy egy madár a csőrükbe kapja őket, például az kifejezetten hasznos lehet, mert meg tudnak vele szökni. A különböző pókok, pókfajok, amik borostyánkövekben őrződtek meg világszerte, ezeknek a száma elképesztően magas, rengeteg fosszilis pókfajt ismerünk, borostyánból természetesen. Az ajkai borostyánkőben is ismerünk pókokat, eddig nagyjából 1 tucat pókot fedeztünk fel ajkai borostyánkőben. Közülük az egyik, az egy nagyon érdekes pókcsoportnak a képviselője. Ezt a pókcsoportot úgy hívják, hogy kétfarkú pókok. Az utótestükön ugyanis meghosszabbodott, csápszerű szövőszemölcseik vannak, és ettől úgy néznek ki, mintha két farkuk lenne hátrafelé. Ez itt egy kis kétfarkú pók, balti borostyánban. Ha közelről megnézzük, akkor látszik az utótesten a két csápszerű szövőszemölcs, és az, hogy a lábai
nagyon meg vannak így nyúlva, nagyon meghosszabbodott lábai vannak, ami kifejezetten ebben az esetben legalábbis kifejezetten arra utal, hogy ahogyan a maiak, úgy ő is fák törzsén élt, vadászott. Ez egy nagyon szép zárvány egyébként, ritkán, hogy ilyen szépen egységben megőrződik az állat. Borostyán követ vizsgálni, illetve a benne levő zárványt vizsgálni, az több módon is lehet. Ideális esetben a borostyánkő szinte átlátszó sérülésektől, törésektől, szennyeződésektől mentes. Ilyenkor gyakorlatilag bármilyen alulról átvilágítós módszerrel egy mikroszkópban nagy nagyításon bele lehet nézni, és lehet vizsgálni, hogy mi van benne. Hogyha mondjuk a helyzet nem ilyen kedvező, és az adott borostyánkő tele van repedésekkel, növényi szennyeződéssel, buborékokkal, és nem látjuk pontosan, hogy mi van benne, akkor mondjuk a komputer tomográfiás vizsgálatok azok, amikhez érdemes nyúlni. A CT-s képalkotási eljárások tulajdonképpen a röntgenes vizsgálati eljárás egy továbbfejlesztett változatának tekinthető. Képzeletbeli szeletekre bontja vizsgálata tárgyát, a CT műszer, és ebből egy térbeli modellt képez le, egy 3D-ben körbeforgatható modelljét képezi le annak, amit vizsgál. Ennek nagy előnye, hogy túlmenően azon, hogy kedvünk szerint tisztíthatjuk, forgathatjuk azt, amit szeretnénk a kőben látni, ugye 3D-ben körbeforgatható, tehát még keresztül is lehet rajta menni minden szögből, ahogy nekünk jól esik. Nyilvánvalóan a csontok, fogak azok nagyon jól időtállnak, a természet erejével szemben sokkal ellenállóbbak. Viszont, ha belegondolunk, egy picike rovar, akár egy hangya is, hát nem egy túlságosan jó alany ahhoz, hogy abból évmilliókkal később bármit is megtaláljunk. Ugye ebben nagyszerű a borostyán, jelen esetben az ajkait, mert ezek apró kis időkapszulaként megőrzik ezeknek az élőlényeknek a maradványait, amiket egyébként meg sem találnánk, mert nem maradnak fenn nemes egyszerűséggel. És ha bárki ma kimegy esetleg az erdőbe, akkor azt látjuk, ha például elpusztul egy őz, akkor a rókák, egyéb dögevők ugye szerte hordják a tetemnek a részeit, utána a gombák és baktériumok befejezik a megmaradt szöveteknek az eltüntetését, és hát idővel az erózió teljesen elpusztítja a csontokat, nyoma sem fog maradni. Viszont ha ugyanebben az erdőben elsétálunk egy fenyőhöz, ott ma is ugyanúgy csorog a gyanta, akár 85 millió évvel ezelőtt, és ugyanúgy beleragadnak a bogarak, rovarok, mint akkor. Nem feltétlen lesz belőlük ősmaradvány, amit egyszer valaki megtalál, tehát az esély mindig megvan rá.